Esperes úr, mi készteti a lelkészt arra, hogy összegyűjtse a prédikációit? Egy jubileum, vagy egy munkahelyváltoztatás, vagy egyszerű elszántságnak a következménye? Hát ez egy jó kérdés. Én bevallom őszintén, hogy a kezdeti években elég kevés prédikációt írtam le, és aztán úgy lehet, hogy idővel egyre többet, ezeket próbáltam összegyűjteni, és hát én úgy gondolom, hogy bizonyos évek után az ember rájön arra, hogy azért a szó az elszáll, az írás az megmarad, és jó, hogyha valami marad utánam és utánunk is. Körülbelül hány rögzített beszéde van? Hát körülbelül 300 beszéd van úgymond leírva, tehát véglegesítve, elkészítve, de természetesen be vannak általános beszédek, ünnepi beszédek, szertartási beszédek, és ezen kívül még úgymond jegyzeteim, amit annak idején leírtam, amivel készültem, és hát nagyon sok alkalommal felvittem a szószékre is, hogy egy-egy gondolatot lássak magam előtt, hogy hogyan lépjek tovább a beszédben. Hogyan keletkezik a beszéd? Sokat gondolkodik rajta, vagy elég egy-két órás fölkészülés? Hát most már elég egy-két órás fölkészülés, de természetesen, hogy kell legyen az embernek egy alapképzése, egy-egy fajta műveltsége, Bibliával, kultúrával, magyar irodalommal. Én úgy szoktam készülni a beszédre, hogy az illető vasárnaphoz, vagy akár az ünnephez kapcsolódóan keresek egy fő témát, egy mondatban, vagy akár egy szóban megfogalmazom magamnak. Ezt nevezem én a beszédnek a gerincének, a lényegének, a mondani valójának, és akkor a köré kezdem felépíteni. De hát a beszéd előtt ugye több idő áll rendelkezésünkre, akár temetésről, akár más szertartásról beszélek, és hát a gondolatban azért mindig ott van, és akkor jár az én fejem, az én eszem, az én szívem, hogy akkor mit is szeretnék abból kihozni. Van-e a nagy prédikátorok között akár kortársak, akár elődök példaképen? Nagy példaképen volt Erdő János. Neki a beszédei nagyon sokszor ilyen teológiai, vagy mondhatnám ilyen száraz beszédek voltak, de hasonló volt az egykori püspökünk Szabó Árpád is, aki nagyon szépen meg tudta fogalmazni az illető témát, illetve a szíves szólóan tudott beszélni, és hogyha nagyon a jelenkorról kéne beszélnünk, akkor az egyik jó barátom, Tódó Csaba beszédeire figyeltem mindig fel, ő nagyon, nagyon világosan, nagyon egyértelműen és nagyon mélységesen foglalkozott és foglalkozik az unitárius hitelvekkel, teológiával, ami a beszédeiben is megjelenik. Van-e olyan, hogy elpróbálja a beszédet? Hát igen, van. Amikor nagyon-nagyon készülök egy-egy beszédre, akkor megírom, illetve felkészülök rá, és van, amikor egyedül a szobában, akár az irodában egy pár gondolatot úgy előadok és elmondok, és vissza is hallgatom, ilyen is volt, és van ma is, hogy visszahallgatom saját magamat, hogy hangzik az. A prédikáció maga, mint műfaj, az egy szóban elmondott beszéd, tehát nem egy felolvasott, előadott mű, hanem az igazi prédikáció véglegesen az a szószéken születik meg. Az ember készül, legalábbis én készülök, le is írom magamnak a dolgokat, de az adott helyzet, az adott környezet, az ott levő gyülekezeti tagoknak a követése, a szemkontaktus, az mindenképpen hozzájárul a beszédnek a végső kialakításához. Tehát ez alatt azt értem, hogy akár leírok egy beszédet, az nem biztos, hogy pontosan a szószéken egy az egyben úgy hangzik el. A kötet szerkesztési munkálatai belefolytak a covidos szituációba. Itt már nincs szemkontaktus. Hogyan élte meg az Esperes úr ezt a korszakot a szószékről, mikor alánéz, és még albó öregasszonyok sincsenek?
Hát ez egy nagy kihívás volt ez a pandémia, legalábbis az én számomra, ugyanis ugye kisebb gyülekezetben voltam 2017 előtt 19 éven keresztül, hát ott átlagosan 25-30 személy ünnepek, ott természetesen ennél többen voltak jelen. Ha most később Székelyudvarhelyen 200-300-an, vagy éppen úrvacsoravételkor még ennél is többen vettek részt az istentiszteleteken, de akkor, amikor már a világhálót elkezdtük használni ennek az évnek a tavaszán, akkor azt tudtuk, hogy ez egy nagy nyilvánosságnak szánjuk, nem csak az unitáriusoknak, mi nem védtük le, hanem mindenki számára hozzáférhetővé tettük, és ez egy nagy kihívás volt, hogy az elmondott beszédet azt a világ bármelyik pontján az érdeklődő atyafi, az illető keresztény az megnézheti és megtekintheti. Milyenek a visszajelzések? Számolta a YouTube csatorna látogatóit? Hát igen, meg szoktam köszönni, általában vasárnap délután. Rá is írok, hogy köszönjük az istentiszteleten és az élő közvetítésen való részvételt. Hát ez az első hetekben, hónapokban a látogatottsága alacsonyabb volt, legalábbis a megtekintése, ugyanis ezt tudjuk látni, hogy hányan tekintették meg. De mindenképpen szem előtt tartom, hogy az elhangzó prédikáció az nem kimondottan csak ennek a gyülekezet tagjainak szól, és mondhatnám azt is, hogy kicsit szélesebb látókörrel, nem annyira úgymond unitáris korlátok között tartom a beszédet, hiszen valószínű, hogy más felekezetű keresztények is megtekintik ezeket a beszédeket, meghallgatják ezeket a beszédeket, és szeretném, hogyha az ők számukra is az isteni kijelentés, a Szentírásnak a mondani valója, tartalma, az evangéliumnak az örömüzenete az ők számukra is eljutna. Ez a könyv nagyjából egy évnek a prédikációs alkalmait rögzíti, az elmúlt 8 évből történt a válogatás, illetve az utóbbi fél évből ezek már ilyen karanténbeszédek voltak. Kiknek ajánlja a könyvet? Hát én a könyvet elsősorban unitárius felekezetű testvéreimnek ajánlom, ennek a gyülekezetnek a tagjainak, de a volt gyülekezeteim tagjainak is, hiszen egy pár beszéd azért ott hangzott el a Homorod mentén, ugyanis 1998 és 2017 között én Homorod János falván szolgáltam, valamint Homorod Darócon, és hát nagyon sok szép emlék és nagyon sok szép beszéd is ott elhangzott, és tulajdonképpen az ott levő alkalmak, az ott levő események ihlettek meg arra, hogy ezeket a beszédeket elmondjam és leírjam. Hát ezt az alkalmat most elnevezhetjük online könyvbemutatónak, tehát elmaradnak az olvasói kérdések, elmaradnak a közönség irányából föltett kérdések, de szerintem a kötet az megvásárolható a hivatalban, és ha nem is lesz igazi könyvbemutatója a belátható időn belül, de előbb-utóbb biztos igen. Tehát megvásárolható a parókián. Igen, tehát az egyházközségnek a lelkészi, valamint az adminisztrációs irodájában is megvásárolható ez a könyv. Úgy, ahogy mondtad, valószínű, hogy az elkövetkezendő hónapokban nem lesz élő könyvbemutató, úgyhogy személyek is, emberek is legyenek ott, de hát remélem, hogy a pandémia az majd elmúlik, és akkor ezt meg fogjuk tenni. De hát ez is egy jó lehetőség, hogy az élő közvetítés által, úgymond az érdekeltek tudomására tudjuk hozni, hogy ez a könyv megszületett és létezik. És hát úgy gondolom, hogy az adventi ünnepkör, a karácsony, majd a farsang egy jó időszak lesz mindenünk számára, hogy olvassunk, hogy töltekezzünk, hiszen életünk kérdésére nagyon sok alkalommal éppen a Szentírásban és az isteni szóban, a kijelentésben, az isteni világnak a szépségében és csodálatosságában lelünk igazi táplálékot.
Igen, nekem a lelki szemeim előtt már egy olyan író-olvasó találkozó zajlik, amikor a közönség nagy része olvasta a könyvet, történetesen ezt a könyvet, és akkor képes lesz majd a lelkész ízekre szedni, hogy ez nem így kellett volna, vagy ezt nagyon jól megmondta, vagy ez hiányzik belőle. Hát én bevallom őszintén, hogy azért ez a könyv nem teológusoknak, tehát nem kimondottan lelkészeknek, és nem azoknak íródott, akik úgymond művelik a teológiát, és elmélyültek a Szentírás magyarázatába, a könyveknek a megszületésébe, tehát ez a könyv és ez a benne levő beszédek azok kimondottan gyülekezeti tagoknak szólnak, és hát merem remélni azt, hogy minden mondatában, de legalább a beszédnek valamelyik részében találnak olyan mondani valót, ami rácseng és ráillik az ők életükre. Köszönjük szépen, akkor kívánunk sok olvasót és sok vásárlót, akik aztán jönnek a építő jellegű véleményekkel, és szerintem fogják várni a következő kötetet. Köszönöm szépen az együttműködést és áldott adventet, boldog karácsony kívánok mindenkinek!